sokkal több információt kaptam, mert csak annyit tudtam, hogy pár szak van, de közben sokkal többet megismertem róla, hogy például informatikában mik vannak, és hogy két szakot is lehet mellette válaszolni, hogy informatika és angol például. Sokan érdeklődtek a sikerszakmának számító informatika iránt tavaly a Jövőt záloga nevű pályaválasztási kiállításon. A középiskolai tanulmányaik előtt álló iskolásoknak, valamint a szüleiknek idén novemberben is lesz arra lehetőségük, hogy testközelből találkozhassanak a képzéseket nyújtó intézményekkel. 14-től 16-áig a középiskolás és általános iskolás diákokat és szüleiket várjuk azzal, hogy segítsünk eldönteni nekik a gyermekek pályaválasztásában. Lesz nyitott műhelyrendezvény, amit a szakképzési centrum Ady Endre szakközépiskolájában fognak megtalálni. A Babits Mihály Kulturális Központon kívül felépítünk egy sátrat, amelyben a szakmák utcájában meg tudják nézni bizonyos szakmáknak a közvetlen test közelben is kipróbálhatják magukat, hogy hogyan tudnának viselkedni akkor, hogyha ők ezt a szakmát választanák. Ezek mellett például virtuális szemüvegen keresztül is kipróbálhatnak egy-egy szakmát a diákok, sőt végig mehetnek a szakmák utcáján, a pályaorientációs szigeten pedig szakemberek segítenek nekik majd feltérképezni, hogy ki miben a legjobb. A már érettségit szerzett diákokra is gondoltak a pályaválasztási kiállítás szervezői. Nekik november 13-án lesz lehetőségük arra, hogy az egyetemek, valamint a középiskolák kínálataival megismerkedjenek. Az eddig bemutatott programok természetesen őket is várják majd, és nekik egy különleges kiadvánnyal is készültek a szervezők. Egy 4 oldalas anyagot készítettünk a gyerekek részére, amit a honlapról le tudnak tölteni. Ez a továbbtanulással kapcsolatos, illetve a pályaválasztási az összes rendezvényével kapcsolatos információkat tartalmazza. A diákokat ingyenes buszok szállítják majd Szekszárdra a rendezvények helyszíneire, a szervezők több ezer érdeklődőre számítanak.